Ertrúd a nevelőnő, avagy a vagy a boldogság jutalma. Az előző fejezetek összefoglalása. Nincsenek előző fejezetek. Vad, viharos éjszaka tühöngött Skócia nyugati partjai fölött. Ezen történetünk szempontjából ugyanennek különösebb jelentősége nincsen, miután történetünk nem Skócia nyugati partjai játszódik, hanem Írország keleti partjain. De azért ott is elég rossz idő volt. Történetünk színhelye pontosabban Anglia déli csücske, a Knotakentium Towers, egy Lord Knotakent, egy ősi kastélya. Gyengébe kedvéért megjegyezzük, hogy olvasás közben különben se fontos, hogy az ember kiejtsa a szavakat. Egy törzsgyökeres angol főúri birtok volt. A földszint erzsébet korabeli stílusban épült, vörös kövekből, míg a kastély régebbi szárnya, amire az őrl különösen büszke volt, a régi normandúlás nyomait mutatta, amihez egy Kyudor korabeli pompás kínzókamra és egy Plantagenet korabeli árvaház járult, körítéssel, illetve kerítéssel. A főbejárat homlokzatából pompás vadregények és őserdők indultak szerte, a széllózsa minden irányában. Évezredes tölgyek és fenyvesek és gombák pazar gazdagságát árasztva. Míg a ház közelében ribiszkeboklok és amerikai magyarófák pompáztak, amiket még a keresztes hadak ültettek el. Az ódonkastély körül hangos volt a levegő a rigófügytől, a varjak édes pityparatjától és a fácánok mélabús danájától, miközben a szarvasünők, antilopok, kenguruk és más négylábúak oly szelíden szaladgáltak a tág mezőkön, hogy egymás kezéből lettek. Egész menazséria volt ez. A parkon végig széles, hatalmas makadámút vezetett, aminek alaprétegét még maga hetedik Henrik mángorolta be. A lord könyvtárcsarnokának kandalójához támaszkodva áll, Gyakorlott diplomata és államférfi létére is alig tudott uralkodni arisztokrata vonásainak komor merevségén, hogy azokat fel ne dúlja a harag. Fiú – mondotta, elveszed azt a leányt, vagy kitagadlak, nem vagy többé, fiam. Az ifjú Ronald Lord egyenesen állt előtte, függőleges irányban, miközben szeméből a megvetéssel párosult dac lövelt göögös atya felé, derékszögben. Dacolok veled, lehelte. Nem vagy többé, atyám. Vagy nézek egy másik atyát. Soha nem veszek el egy olyan lány, kit nem szeret a szívem. Ez a leány, akit soha se látott egyikünk se. Őrült, sziszegte az őr. El akarod kótya vetélni ezredéves családfánk ősi birtokát? A leány, akiről beszéltem, szép és ifjú. Anyai nényének sógora beleegyezett a házasságba, és franciák, ami fő. Ám mik indokaid? Nincs indokolás, vetette oda az őr. Ronald, egy hónapot nyújtok neked. Addig itt maradhatsz ősi lakodban, ha elsején se érse adott beleegyezésed, fizetés nélkül elbocsátlak. Az ifjú lord nem válaszolt. kirohant a szobából, kedvenc lovára pattant, és vadul kinyargalt a parkból, a szélrózsa minden irányában egyszerre. Mikor a könyvtár ajtaja dörögve becsapódott, Ronald mögött az őr karszékébe roskadt arc kifejezése megváltozott. Már nem az a gőgös főúr volt többé. Inkább az üldözött vad jellegzetes arckifejezését kifejezését vette fel. El kell venni azt a lányt, hörögte maga elé a szőnyegre. Nem sokára minden tudni fognak. Tucsemov elmenekült Szibériából. Ő minden tud, és nem haboz mindent kivallani. A bányák tulajdonába mennek át, jelen birtokkal együtt, és én... Na, de hagyjuk, felállt. Az ódon almáriumhoz lépett, és egy kis pohár keserű vizet hajtott fel, és ismét az előkelő származású angol főúr volt, mint előbb. Ugyanezen órában egy magas, boltíves kutyafogat bakján, a psinsek jellegzetes egyenruhájába bújtatott lovásszal száguldott keresztül kasul a park során. Az inas mögött ifjú leány foglalt helyet, szinte gyermek még, akkora se volt, mint egy jól megtermett inas. Egyszerű túrós rétessel díszített kalap néhány szerény strusztól árnyéka rejtett el egy kis finom arcot, melynek arcszerűsége egyenesen megdöbbentő volt regényünknek ezen a helyén. kell -e mondanunk, ki volt ő? Gertrude, a nevelőnő, akinek ezen a napon kellett elfoglalni a hivatalát az ősi kastélyban. Ugyanakkor, mikor a kutyafogat a fasorba bekanyarodott, a fasor másik felén egy magas, karcsú ifjút pillantott volna meg az olvasó, ha valamilyen üzleti vagy magánügyben történetesen ott tartózkodott volna. Sajnos nehéz elképzelni, hogy az olvasó éppen pont akkor ott tartózkodjon, s így el kell hinnie eleírás alapján, hogy a karcsú ifjúnak főúri vonásai minden további nélkül elárulták magas származását nemes ménen ült, melynek vonásai szintén előkelőek voltak, különösen hosszú lógó orra. De vajon ki volt ez a karcsú ifjú, ki minden lépésével közelebb jutott Gertrúthoz? Vajon ki volt ő, vajon ki? Ach, igazán, no, de csak ugyan ki lehetett? Ki, ki? Soha nem találja ki az olvasó, ha nem töri a fejét egy kicsit. Senki más nem volt ő, mint az ifjú Ronald. Végzetesen találkozniuk kellett. Egyre közelebb jutottak egymáshoz, aztán még közelebb, és végre egy röpke pillanatra találkoztak is, ahogy eleveztek egymás mellett. Gertrude felemelte tekintetét, és az ifjú két szemet pillantott meg, melyek kifejezésében annyira szemszerűek voltak, hogy például nem voltak négyszögletesek, hanem egészen kerekek. Ronald csak egy pillantást vethetett a kutyafogat utazójára, de az aztán olyan bensőséges volt, hogy aki ennél bensőségesebben néz, az okvetlenül csal. A szerelem hajnala volt, e két tekintet találkozása? Ki tudja? Legfeljebb a szerző. De az még nem mondhatja meg. Tessék várni, különben is kérem az olvasót, ne zavarjon folytonos közbeszólásával, mert így nem lehet dolgozni. De beszéljünk Gertrúdról. Gertrúd teljes nevén... Megfigin Montmorency nem ismerte se atyát, se anyját. Mindketten évekkel az ő születése előtt meghaltak. Anyjáról csak annyit tudott, hogy francia volt, ragyogóan szép, és hogy rokonai, ősei és üzletfelei elpusztultak, még a nagy francia forradalom idején. De azért Gertrud gyengét kegyelettel őrizte szülei emlékét. Keblén aranytokban anyjáról készült miniatűr olajfestményt rejtegetett. Hátáról, ez is láncon, apja jól sikerült dagerotípje lógott le. Nagyanyja melszobrát kabátújában hordta. Néhány unokanővérének és fivérének képmása részint a csizmájában foglalt helyet, részint az övébe volt dugva, nyelestül, míg hátul, de talán elég is ennyi. Atyáról úgy lehet még kevesebbet tudott. Csak annyit, hogy magasrangú angol királyi családból származott, és hogy ifjú éveiben, mint mesterlegény, bebarangolta a világot minden hagyatéka, ami Gertrúdra maradt, egy orosz nyelvtan, egy tót képes újság, egy légsúlymérő és egy bányászati szakkönyv volt. Kora gyermeksége óta nagynénye nevelte Gertrúdot. Gondosan oktatta őt, szívébe plántálva a keresztényi gondolkodás elveit. Némi Mohamedán elveket is csöpögtetett belé minden esetre. Mikor 17 éves volt, jó nagynénye meghalt víziszonyban. A körülmények rejtélyesek voltak. Ezen a napon idegen férfi látogatta meg, nagy szakálú ember, orosz nemzeti viseletben. Távozása után Gertrúd nagynényét eszméletlen állapotban találta. Ebből az állapotból csak a halál váltotta meg őt. Hogy a feltűnést elkerüljék, a halál okául kétoldali veszettséget állapítottak meg. Annyi bizonyos, hogy Gertrúd itt állt egyedül, kidobva a bizonytalamba. Mit tegyen? Ez volt a kérdés. Ezen gondolkozott éppen egy reggel, miközben tekintetét a következő apró hirdetés vonta magára. Nevelőnő kerestetik. Tudnia kell franciául, olaszul, oroszul, továbbá tótul. Zongora tanárnői oklevél és kohászati szaktudás elengedhetetlen. Fizetés négy siling és négy peni évente. Jelentkezés fél tizenegy és háromnegyed tizenkettő közt a Nemzeti Múzeum levéltárnoki irodájában. Gertrud gyorsan határozó természet volt. Alig két óra kellett hozzá, hogy észrevegye a csodálatos megegyezést, ami a megkívánt feltételek és az ő tényleges képzettsége között fennállott. A levéltárnoki hivatalban már ott várt a grófnő. Azzal a közvetlenséggel fogadta, ami rögtön megnyeri a tapasztalatlan ifjúi szívrokon szemvét. Tökéletes francia? kérdezte. oh, oui, felelte Gertrud szerényen. És olasz? Ó, oh, szí! Így Gertrud. És német? folytatta a grófnő. Ach, ja! És orosz? Jó! Ja. És tót? Jep! Elámulva ezen a jártasságon, amit a látszólag fiatal leánya modern nyelvekben tanúsított, a grófnő kutató tekintettel mérte végig Gertrudot. Hol látta-e jellegzetes vonásokat? Elgondolkodva húzta végig keskeny ujjait sápat homlokán, de hiába nem jött rá. Elég, bólintott aztán. Fel van fogadva. Holnap leutazik a psv birtokra, és elfoglalja hivatalát. Meg kell jegyeznem, hogy ami az orosz illeti, az ört is támogatnia kell ez irányú levelezésének bonyolításában. Nagy bányászati érdekeltsége van Tücsmszkben. Miért ütötte meg Gertrúd fülét ez az egyszerű, mindennapi szó olyan különösen? Vajon miért? Talán azért, mert a kohászati szakkönyv egyik oldalára, atya kezeírásával ez a szó volt felírva. De minő rejtély lehet -e mögött? Másnap reggel Gertrúd átlépte a kastély küszöbét. Vigyázott, hogy rá ne lépjen, pedig elég széles küszöb volt, leszállt a kutyafogatról, elvonult a libériás inosok sorfala közt, mindegyiknek egy-egy Louise aranyat nyomott a markába, és belépett. Isten hozta, fogadta a grófnő, segítve Gertrúdnak a bőröndök felcipelésében a padlásra. Innen visszatérve az ifjú leányt azonnal a könyvtárba vezették, hogy az őrlnek bemutassák. A nevelőnő arcába pillantva az őrl láthatóan megrendült. Hol látta ezeket a vonásokat? A futtatáson? A színházban? Az omnibus tetején? A vásárcsarnokban? Nem. Emlékei közt kutatott, de hiába. Gyorsan az almáriumhoz lépett, felhajtott egy üveg brandit, és megint a tökéletes gentleman kifürkészhetetlen simasága ömlött el egész lényén. Míg Gertrude a mellékhelyiségbe lépett, hogy megismerkedjék aranyszőke tanítványaival, Használjuk fel az alkalmat, talán elég időnk van rá, míg visszajön, hogy néhány szót beszéljünk az őrről és fiáról. Lord North vérbeli angol főúr és államférfi volt. Az évek, amiket diplomáciai kiküldetésben Konstantinápolyban, Szentpétervárott és Rákos töltött, hajlékonyá formálták modorát. Mi külsejére Szent Ilonán, Új-Zélandban. Hamiltonban és Grönlandban átélt napok emlékeborította borította félre ismerhetetlen lenyomatát. Mint a grófság katonai szállásmestere megismerte a hadi élet komor szépségeit, örökös főlondíneri állása pedig az udvari körökkel hozták közvetlen kapcsolatba. Szerette a nehéz sportokat. Félelmetes rókavadász, galambsörétező, disznóvágó, valamint denevér szögecselő hírében állott, rangjának minden fényűzésében előjárt. Ezen a ponton az ifjú Ronald atyának nyomdokain járt. Kezdettől fogva a család legnagyobb reménysége volt. Az Eton főiskolán, mint stuk és Füles labda szakértőt emlegették. cambridge elsőnek jött be a harisnyas toppolási versenyen. Nevét pingpong körökben is sűrűn emlegették, mint bajnok jelöltét. Ami, ha beválik, okvetlenül bejut a parlamentbe. Ilyen körülmények között érkezett meg Gertrude az ősi házba. Gyorsan múltak a napok. A szép kis árvalány, egyszerű bája csak hamar megnyerte a szíveket. Tanítványai imádattal csüktek rajta. Este késsel kellett őket lefejteni. Még a személyzet is szerette. A főkertész kertész rózsacsokorral kedveskedett. A másodkertész kertész korai galagonya virágot vitt fel a szobájába. A harmad kertész articsókát hordott utána egész nap. Sőt, még a kilenced és tized kertész is vitt valamit. Ha egyebet nem, egy burgonya gyökeret, vagy egy marék zabot. Szobája tele volt virággal. Este felé pedig az ősz pincemester kopogtatott be ajtaján, meghatva a szelit kis árava magányos életétől, hol egy palack törköjt, vagy borovicskát, hol néhány csomag pipadohánt nyújtva át, egyszerű szívének jó indulatával. Még a néma teremtmények is szerették a maguk néma hódolatával. A néma varjúk és a néma kutyák a vállára ültek. Több néma borjú is a környékből. És Ronald? Ronald? Nos, igen, találkoztak. Beszéltek. <laughs> Mi ködös reggel? mondta Gertrude. What a dull morning? Quell triste matin? Was fül en Morgen. Himmel sakrament. De milyen randa? felelte Ronald halkan. Randa. Ez a szó csengett Gertrude fülében egész nap. Ezután már gyakrabban voltak együtt. Nappal teniszt és pingpongot játszottak. Este a kastély ódon szokásai szerint az örlel és a grófnővel egy kis rulettet, vagy fert. Aztán kiültek kettesben a verandára, és nézték a holdat, amint óriási körökben kering a horizont szélén. Sokára történt, mikor Gertrude először vette észre, hogy Lord Ronald melegebb érzést táplál irányában, mint amennyit a pingpong szabályok megengednek. Gyakran, ha együtt voltak, az ifjú lord percekre elhallgatott és behúnyta a szemét, különösen ebéd után. Egy este, mikor Gertrude szobájába vonult vissza, hogy előkészületeket tegyen ágyba való elhelyezkedését illetően, más szóval, hogy lefeküdjön, kitárta, illetve kinyitotta az ablakot, és ekkor Lord Ronald arcát pillantotta meg, egy sündisznón ült, és a hold felé fordított arcán kimondhatatlan szenvedés tükröződött. Közben múltak a napok. Az élet úgy folyt, ahogy efféle rendes angol főúri háztartásban folyni szokott. Hét órakor megszólalt a reggeli gong, nyolckor havasi Kürcó hívta össze reggelizni a családot, fél kilenckor autót ülökintett misére, egy órakor felrepült a főárbózra az ebéd hívó lobogó, négykor ágyú jelezte a teját, negyed tízkor vészharang és sziréna jelentette be az esti átöltözés idejét, végre fél tízkor véres kardot hordtak körül, annak jeléül, hogy lehet vacsorázni. Éjfélre ezen is túl voltak, és a lélekharang imára csődítette a személyzetet. Közben egyre közeledett az idő, mikor Lord Ronaldnak választania kellett. elhagyja -e az anyai házat, vagy elveszi atya választottját? Július 15-e volt már. Néhány nap múlva július 17-e, és csak nem közvetlenül ezután július 18. Időnként az örl találkozva Ronaldal a lépcsőházban komoran nézett rá. Emlékez, fickó, hogy meg kell törnöd, avagy kitagadásba veszlek. De mit érzett vajon az örl Gertruddal szemben? Ez volt az egyetlen keserű csepp a fiatal leány boldogságának tengerében. Bizonyos jelek, amiről nem tudott számot adni magának, arra mutattak, hogy az örl ellenszemvel viselteti irányában. Egyszer például, mikor elment a könyvtár előtt, az őr csizmahúzót vágott hozzá. Máskor reggelinél hirtelen felkapta a lekváros tálat, és a fejére borította. Ezeket minden esetre megjegyezte. Munkájához tartozott egyébként az őrl orosz levelezésének lebonyolítása. Hiába kereste a levelekben az ő titkának megoldását. Egy nap azonban jellegzetes orosz sürgőny kézbesítettek az őrnek. Gertrud hangosan fordította le. Tucsemov meglátogatta a nőt, illető meghalt. Ezt hallva az örl elsápadt dühében. Úgy látszik, akkor történt a dolog a lekvárral. Egy napon, mikor az örl éppen denevérvadászaton volt, Gertrude gazdája levelei közt kotorázott azzal a gyöngéd női ösztönnel, mely könnyedén győzi le a diszkréció álszemérmét. És ekkor meglelte a rejték kulcsát. Az örl nem volt jogos tulajdonosa ennek a birtoknak. Távoli unokatestvére, atyai részről volt a jogos örökös, de ő orosz börtönben halt meg, az ölmesterkedései mesterkedései következtében, aki abban az időben nagykövet volt, tücsüszkben, e szerint tehát ennek az unokafivérnek a leánya igényelhette ez idő szerint a birtokot. Az egész bonyolult családi ármány története itt feküdt a szemei előtt az összes adatokkal kivéve a jelenlegi birtokos nevét és lakcímét. Minden pontosan benne volt, csak éppen ez nem. Már ez is feltűnő volt. De milyen csodálatos az asszonyi lélek! Gertrud azért nem nézte le mégse az ört. Ám a rejtély továbbra is foglalkoztatta. Miért rezzen össze az örl, valahányszor ő a szemébe néz? Egyszer aztán megmérte a rezzenést, és a szeizmográf négy centiméteres kilengést mutatott. Ilyenkor azonban hamar összeszedte magát, gyorsan néhány üveg viszkit hajtott le, és megint tökéletes világfi volt. Gyorsan bekövetkezett a magyarázat. A si országos bálestély napja volt a kritikus idő. Az egész szomszédság hivatalos volt. Mély hevesen vert Gertrude szíve a várakozásban. Mély aggodalmasan válogatta össze szegényes ruhatárának darabkáit, hogy ne legyen kénytelen méltatlan külsővel jelenni meg Lord Ronald szemei előtt. Szánalmas ruhatár volt, de francia édesanyjától örökölt ízlése és öltözködési ösztöne most sem hagyta cserben. Egy egyszerű rózsát tűzött a hajába. A Times néhány régi számából, s egy öreg esernyő béléséből olyan ruhát rögtönzött össze, hogy az angol király is megnyalta volna utána a sót. Derek a köré egyszerű ízléses szállító kötelet csavart. Fülébe pedig fehér cérnával egy nemes veretű antik csipke szalagot függesztett, amit még édesanyjától örökölt. Gertrud volt az est fénypontja. Mindenki el volt ragadtatva a leányos ártatlanság ragyogó bűvöletétől, mely egész lényét úgy elöntötte, hogy alig látszott ki belőle. A bál tetőpontjára hágott. Őrült forgatakban tomboltak az egyes párok. Gertrude és Lord Ronald a csalitosban álltak egy bokor közepén. Egymás szemébe néztek. Gertrude, jegyezte meg a főúr, szeretlek. Ronald, jelentette ki Gertrude, miközben a nyakába borult. E pillanatban az őrl toppant ki a szomszédos tölgy odvából. Keresztbefont karokkal állt meg előttük a holdfényben, s komor tekintetét a felháborodás oly mértékben eltorzította, hogy a füle a szája helyére került. – Úgyhá! – harsogta élesen, Ronald felé fordulva. – Te, amint látom, már választottál. – Vál! – volt az ifjú gróf válasza. – Inkább veszed elek szegény teremtést, mint a dús gazdag örökös nőt, akit kitippeltem neked? Gertrud könyörgő tekintettel nézett, hol az apára, hol a fiúra egyszerre ugyanis nem lehetett mindkettőre, mert szemben álltak egymással. Ink, felelt Ronald. Legyen tehát, felelte meccő gúnyjal az örl. Nagyot húzva vállán átvetett rumos kulacsából, hogy visszanyerje önuralmát. Ezennel ki vagy tagadva. Hagyd el e helyet, s ne lássalak többé. Jöjj, Gertrud, mondta Ronald gyöngéden. Távozzunk egymás ölében. Gertrude csak állt. A rózsa lehullott hajából. A csitke kiesett füléből, s a szárító kötél leoldódzott a derekáról. A Times régi példányai, famentes papír a fölismerhetetlenségig összegyűrődtek. De ez szörnyű lelki állapotban is ura volt akaratának. Soha, jelentette ki határozottan. Ronald, nem engedhetem meg, hogy ilyen áldozatot hozzál értem. Majd az ölhöz fordult, fagyasztó nyugalommal van még az önéhez hasonló büszkeség a világon, örn úr. Mecsnyikov megfügyn leánya, senkitől nem fogad el alamisnát, kérem. Az őr megrendült, mint aki taglóval ütnek főbe. Ez a név, kiáltott, ez az arc, ez a kép, stop, álljon meg. Tessék barátságos arcot vágni. Mit kellene még mondani? Az olvasó úgy is kitalálta. Gertrud volt az örökös. A szerelmesek felváltva estek egymás karjába. Az őr gőgös arca felengedett. Áldásomra átok, rebekte. A kastély felől újongva közeledett a grófnő a mögötte rajzó vendégek élén. A kellő nap fényében mindenki elragadtatva gratulált egymásnak. Gertrude és Ronald csak hamar megesküdtek. kell -e többet beszélni róluk? Talán csak annyit még néhány nappal később, az ölt hasba lőtték a cinege vadászaton. A grófnőt leütötte a mennykő, a két tanítvány pedig beleesett a kútba. Gertrude és Ronald boldogsága immár tökéletes volt.